kezdjük onnan, hogy ugye ez kiberbűnözés, támadás, ez alapvetően egy bűncselekmény, csalás. Elek, kérlek szépen, mesélj erről, hogy mint bűnügyi szakember, ezt ti hogy látjátok, mivel találkoztok ebben a témában? Igen, valóban mi is azt tapasztaljuk, hogy itt az e-kereskedelem, az elektronikus fizetőeszközök, illetve az online ügyintézés térnyerésével a bűnözők is kicsit áthelyezték, átpozicionálták magukat ebbe a bizonyos kibertérbe, ami tökéletesen alkalmas arra, hogy elfedje a személyazonosságukat. Ugye mi itt az Országos Rendőrfőkapitányságon igyekszünk naprakészen követni a bűnözés tendenciáját, a regisztrált bűncselekmények alakulását, és azt tapasztaljuk, hogy rendkívül megnőttek a vagyonelleni bűncselekményeken belül a csalások, és a csalásokon belül is az online csalások, mondhatom így a kibertérben elkövetett csalások. Azt látjuk, hogy a bűnözők is igyekeznek felvértezni magukat banküzemi, informatikai, szociológiai, pszichológiai ismeretekkel, annak érdekében, hogy hát minél több személynek a vagyonelemei fölött rendelkezést tudjanak szerezni. Ugye konkrétan itt a bankszámlák megcsapolásának a egyre kifinomultabb módjaival találkozunk. Azt fontosnak tartom jelezni, hogy a rendőrség észlelte ezt a tendenciát, és lépéseket tett arra, hogy minél naprakészebb módon fel tudjuk venni a harcot ezekkel a bűnözőkkel. A közelmúltban szervezetfejlesztést hajtottunk végre, megalakult egy újonálló osztály, kiberstratégiai osztály néven, az ORFK-n, amely osztály feladata, hogy az országosan szintén nemrégiben felállított kibernyomozói hálózatot koordinálja, azt a körülbelül 300 fős egységet, akiknek a tagjai olyan kollégák, akik a klasszikus rendőri, bűnügyi, kriminalisztikai ismeretek mellett már megfelelő informatikai tudással is rendelkeznek ezen bűncselekmények felderítésére. Ezen kívül igyekszünk bűnmegelőzési téren is mindent megosztani az állampolgárokkal. Polisz.hu-n egyébként Matrix projekt néven megtalálható minden egyes bűnmegelőzési tanácsunk, illetve néhány sikeres nyomozásnak az összefoglalója. Úgyhogy igyekszünk lépést tartani. Ha szóba kerül majd egy-két tipikus elkövetési magatartást, nagyon szívesen ismertetek. Van egyébként még olyan bűncselekmény, amit így a digitálisan nem lehet elkövetni? Mondjuk egy laptoppal nagyon lehet csapni valakit, mivel is. Jó kérdés, azt szoktuk mondani, hogy az emberülésen kívül gyakorlatilag minden más cselekmény megvalósítható az online térben. Már ezt is annyiban módosítanám, hogy az emberülésnek is ugye vannak olyan előkészületi, felbújtó jellegű magatartásai, amit természetesen ugyanúgy online módon el lehet követni, mint a csalásokat. Szép, szép új világ. Hát igen, innen menjünk tovább egy kicsit, hogyha azt nézzük, hogy ez egy bűncselekmény az egyik oldalról, de a másik oldalról, a KKV-k oldaláról, ez mondjuk úgy, hogy ez egy kockázat. Úgyhogy nem tudom, Mihály, tudsz erről pár szót mondani, hogy ezeket a kockázatokat mennyire látják a sértettek, vagy az elszenvedők? Mielőtt itt feljöttünk, akkor megnéztem, hogy mi minősül KKV-nak, és azért nem menjünk olyan mélyre, tehát ugye a mikrovállalkozási méretek, tehát hogyha megnézitek Wikipédián, vagy akármilyen más forráson, azok valóban nagyon kicsik, 10 millió alatti méretről beszélünk, de a középvállalkozások viszont már azt a szintet megütik, ami
ami egyébként már tényleg olyan méret, hogy 250 fős foglalkoztatotti arány, a bevételi oldalon is már olyan méretű milliárdokról beszélünk, ami mellett nem lehet úgy elmenni, hogy ez egy ilyen apró cég. Visszakanyarodva, és ez majd nagyon érdekes lesz, mert hogyha azon gondolkodunk, hogy milyen szabályozások vonatkoznak rájuk, akkor ki fog nagyon gyorsan derülni, hogy igenis vonatkoznak, legalábbis a középvállalkozásokra mindenképpen, tehát a közelgő NIS 2-es szabályozás, amire már nincs egy év hátra, és január 1-től már regisztrálni kell magukat ezeknek a vállalatoknak, bizony beleesnek és költeni kell. Egy biztos, hogy ugye szoktam két hivatkozástól, nem szalonképes a Eugene Kaspersky mostanában az EU-ban, de volt egy kutatásuk még egy pár évvel ezelőtt, és már akkor 70% fölött volt a kis- és középvállalkozásoknak az aránya az összes kibertámadás mögött. Nyilván a tápláléklánc alján helyezkednek el. Ezek beszállítók, startupok valamilyen ötletet létrehoztak, és utána megvette őket valamelyik nagy vállalat, egy Sony, ugye a két ukrán gyereket a Hannoveri Cebiten, amikor elvitték őket, következő évben már kész volt a PlayStation. Tehát nyilván ez egy kockázat, nyilván kevésbé tudják magukat megvédeni, és innét indulnak ezek a támadások. A másik, hogy az internet nyilván soha nem lesz biztonságos, hiszen ez egy hidegháborús termék, tehát ugye nem tegnap találták ki, meg nem 30 éve, hanem sokkal régebben. Tehát óhatatlan, hogy ahogy említetted az előbb, hogy nincs olyan bűncselekmény, amit nem lehet elkövetni. Mi azért vagyunk állítólag valamivel előbbre, mert mi is digitalizálódunk egy kicsit jobban az átlagnál. Hát aki nem digitalizálódik kellőképpen, az meg sajnos ennek erős kárvalótja lesz. És pont a KKV-k azok, akik egyébként vagy csinálnak valamilyen botcsinát a levelező rendszert, meg hálózatot, nyilván megveszik a legolcsóbbat, vagy okosban megoldják, meg hamisított alkalmazásokkal dolgoznak. Óhatatlan, hogy egyébként ez föl fog gyűrűzni, ahogy megyünk föl a táplálékláncon. Köszönöm szépen. A kockázatról mindig a pénz jut eszembe először, és a pénzről meg a bankok. Lajos, ti hogy látjátok ezt? Mivel tudjátok ezt támogatni, segíteni a KKV-kat vagy a bankokat? Hogy ugye az a szembekötős, bankba betörős vagy a fiókot kirabolós világ az talán már megszűnt, de amikor ezek a csalásokat elkövetik, az valószínűleg valami bankszámláról bankszámlára fog menni. Ugye a legközvetlenebb és legfájdalmasabb valakinek, amikor közvetlenül ellopják a pénzét. Nyilván más károk is vannak, tehát a termelésben lehet kárt okozni, vagy bármi másban, de ez elég jól érzékelhető, hogy tegnap ott volt a számlámon akár egy KKV-nek, akár egy magánembernek 5 millió forint, ma meg nincs ott. És ez mondjuk manapság sajnos nagy részt azért tűnik el, mert mi magunk segítünk ebben, hogy eltűnjön. Tehát mi ugye gyűjtünk adatokat a bankszektorból, és nagyon durva trendváltás van. Az elmúlt mondjuk 10 év arról szólt, hogy a visszaélők, a fehérgalléros visszaélők a banki rendszereket próbálták támadni, és ott próbáltak meg bűnt elkövetni. Most már rájöttek, hogy az elég jól védett, hiszen a szabályozó meg a fejlesztések rákényszerítették a pénzügyi szektort, hogy elég jól felvértezze magát. Ezért most egy lépéssel előre jönnek, és ahogy itt a felvezetőben elmondtad a saját példádat, ebből naponta több ezer ilyen hívás van. És mi kapjuk ugye az ügyfelek panaszbejelentéseit, kapjuk a vállalatok panaszbejelentéseit, tehát látjuk pontosan, leírják szépen, hogy ki hívta fel őket, mit mondtak, és el nem tudjuk képzelni, hogy mennyire naív esetek vannak, amikor több millió vagy több tízmillió forintos kár a vége egy-egy ilyen telefonhívásnak. És ezeknek nagy része sajnos sikeres, pszichikailag manipulálják az embereket. Az emberek egy része nem csak magánemberként van ott egy bankban, hanem vállalkozóként is. Sokszor a két számla olyan szempontból össze van kötve bankoknál, hogy ilyet is láttam nemrég, hogy valaki átvertek valakit a magánszámlájával kapcsolatban, de közben az ügyintézés során ellopták a pénzt a vállalati számláról is.
Tehát ő azt hitte először, hogy csak pár százezer forintot bukott, majd pár nap múlva kiderült, hogy 20 millió forintot bukott igazából, de nem is gondolta, hogy van egy ilyen átjárás a számlán között. Tehát mi egy ilyen nagyon komoly trendfordulót látunk. Az MNB egy ilyen három oldalú, vagy három lábú intézkedési tervet dolgozott ki. Egyrészt vannak itt kollégák, például ORFK, akikkel egy közös kiberpajzs nevű programot indítottunk. Ez alapvetően, és ugye ez kicsit visszautal a felvezető előadásokra, az ügyfelek tudatosságának az elérésére van. Több minisztérium, államkincstár, ORFK, Kibervédelmi Intézet, Nemzeti Bank, Bankszövetség, tehát nagyon széles körül már az összefogás. Tájékoztatjuk az ügyfeleket, lehet, hogy láttak már ilyen plakátokat, online hirdetéseket, ahol egyszerűbb mindennapi esetekben, egyszerűbb mindennapi emberek példáját hozzuk arra, hogy hogyan védekezzünk. A másik, amit nem régen adtunk ki, a bankoknak kiadtunk egy ajánlást, amiben összefoglaltuk, hogy mik azok a legjobb gyakorlatok a nagyvilágban most, ahogyan nekik mégiscsak figyelniük kell az ügyfelek pénzére, és ezek között a legfontosabb, ezek a valós idejű megfigyelő rendszerek, valós idejű elemző rendszerek, amik azonnal tudnak reagálni, és nem csak mondjuk utólagosan három nap múlva derül ki, hogy valamit lehetett volna tenni. És a harmadik, amin most dolgozunk, és erre most már egy jogszabály is kötelez bennünket, és ezt egyébként érdekes módon egy KKV-ban csináljuk mi is. Az MNB egyik leányvállalata az egy 150 fős KKV, Zsíró ZRT-nek hívják. Ezen keresztül megy ma minden magyar állampolgár és minden magyar vállalat bankok közötti átutalása. Tehát naponta több százezer, vagy néha több millió tranzakció megy át, több száz milliárd forint értékben. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy ez biztonságban van-e. És most azzal fogja a Zsíró segíteni majd a teljes magyar bankszektort, hogy egy központi visszaélés szűrő rendszert fejleszt, ami ugye egy bank azt tudja megnézni, hogy ő látja a saját banki rendszerében valamilyen visszaélés gyanús esetet. A zsírórendszerre azt fogja nézni, hogy van-e valami hálózati információ, amit hozzá lehet adni ez a banki információhoz. Tehát úgy kell elképzelni, és ez egy mesterséges intelligencia alapú rendszer, hogy egy azonnali átutalás ma 2 másodperc. Tehát amikor ügyfélként megnyomjuk a gombot majd a bankunkban, az az adat, mielőtt elindulna a 2 másodpercre, be fog menni a Zsíró ZRT-be, ami meg fogja vizsgálni, hogy van-e valami hálózati probléma. Például látja, hogy már 2 órája az összes bankból egy bankban egy számlára rengeteg átutalás érkezik, tehát egy gyűjtő számla gyanú van. Ezt visszaadja a banknak, aki eldönti összevetve a saját művelet megfigyelő rendszerével, hogy ez gyanús vagy nem, és utána vagy elengedi ezt az átutalást, vagy nem. Ha elengedi, akkor utána 2 másodpercen belül ezt teljesülni fog. Ennek a határideje 25. július 1, tehát akkor fogjuk üzembe állítani. Jelenleg már a tendereztetése zajlik azoknak a szállítóknak, akik tudnak ilyen mesterséges intelligencia alapú rendszert. Ami ugye ahhoz kell, hogy folyamatosan okosítani kell, hiszen a csalók naponta változtatnak a technológiákon, tehát tanítani kell folyamatosan a rendszert, és itt az ORFK-val is együttműködve össze lesz kötve a hatóságokkal, és egyből beszolgáltatja azokat az információkat, szintén nem egy hónap múlva, hanem real time, amikből a hatóság azonnal elkezd tudni dolgozni. Tehát mi nálunk most ez a 3 ilyen intézkedési terv van folyamatban. Na, most egy kicsit akkor kezdek megnyugodni. Van fény az alagút végén. Amikor beszélgettünk korábban, akkor mondtad, hogy ha mondjuk nemzetközi vizekre megy már az a pénz, akkor már kicsit nehezebb dolgunk van. Ugye ez az ORFK-s szakértő is megerősített, hogy onnantól ez már bonyolultabbá válik. Tehát mondhatjuk, hogy ez azért nem kis hazánk határain belül van, hanem nagyobb kereteken. Krisztián, neked az EU-s múltat kapcsán mesélj már nekünk arról, hogy ott EU szinten milyen, ugye hallottuk itt a NIS2-t is, de hogy milyen egyéb trendek, direktívák körvonalazódnak. Ezt, mint a bevezetőben is említettem, tehát az EU ezt egy nagyon komoly célként tűzte ki maga elé, hogy a kiberbiztonsággal foglalkozni fog, illetve foglalkozik már.
És ennek kapcsán van több olyan intézmény is, ami ellát már kiberbiztonsági feladatokat, és tervezi a jövőben is. Ez a gondolkodásban ez odáig jutott az EU, hogy a különböző fejlesztési pénzeknek egy bizonyos részét azt arra fogja pántlikázni, hogy szigorúan kiberbiztonságra kell költeni. Illetve most aktívan zajlik egy olyan beszélgetés az EU-s jogalkotásban, ami arról szól, hogy a jövőben indítandó projekteknek kell kötelezően, és hány százalékát kell kötelezően kiberbiztonságra fordítani, ami egy nagyon érdekes jövőképet vetít föl. A kis színes, ez valószínűleg nem fog bekerülni a jogalkotásba, tehát amilyen erős ellenállást tanúsítanak a tagországok, ez nem fog megjelenni. De ellenben az, hogy a már létező támogatási pénzek, meg pályázati pénzeknek egy része az kiberbiztonsági irányba használható föl, ez már most van, tehát ez már most így történik. Ennek többfajta módja van, tehát indítanak központi programokat, amihez lehet csatlakozni. Nagyon-nagyon támogatják azt, hogy az országok működjenek együtt, hozzanak létre olyan termékeket, amiket EU szinten lehet megjeleníteni, illetve versenytársa lehet a világ nagy csoportosulásainak, most nehéz azt mondani, hogy ország, mert mondjuk egy Facebook vagy egy Google az nem egy ország, de hát szóval a nagyobb erővonalakkal föl tudja venni az EU közösen a harcot, és ezt is nagyon támogatják. Hogy akár egy ország szinten sikeres termék, szolgáltatás, bármi egyebet fölemelni olyan szintre, hogy akár világméretűen is használható legyen. Ez nem csak kiberbiztonságra igaz, ez minden egyébben is, ez egy nagyon fontos EU-s cél. És a kiberbiztonság mentén pedig létrehoznak olyan nemzeti koordinációs központokat, akik az adott országokon belül fogják össze az országban a kiberbiztonsági kezdeményezéseket, és ezeknek tagjai az egyetemek, a kis- és középvállalkozások, a nagyvállalkozások, vagy akár állami szervek is, vagy akár állami vállalatok is lehetnek. És ezek közösen tudnak különböző pályázatokban megjelenni, és közösen tudnak meghatározott kiberbiztonsági célokat kitűzni, illetve külön nemzeti szintű fejlesztési pénzeket is szeretnének majd ehhez csoportosítani, ami viszont országon belül fordítható, a kisvállalat, kis középvállalatoknál arra, hogy a kiberbiztonságukat fejlesszék. Köszönöm szépen. Zsolt, most itt elhangzott, hogy milyen források érhetők el hamarosan, vagy már akár most is, hogy mivel tudjuk felvértezni magunkat, nálatok az elég sok technológia, több rétű megoldás van. Engedjétek meg! Mondja erről pár szót. Jó, még mielőtt itt most nagyon a portfólió ismertetek, ja, azt ne. Belekezdenék, alapvetően itt reflektálnék egy-két elhangzott gondolatra, itt volt szó KKV-ról, hogy mi a különbség a KKV meg egy nagyvállalat között. Alapvetően amiben mi a különbséget látjuk, az nyilván az, hogy milyen eszközökkel tud egy KKV védekezni egy nagyvállalattal szemben. Ugye itt az egyik előadásban is elhangzott, hogy másik markáns különbség meg az, hogy igazából hány olyan szakemberre van egy ilyennek, egy KKV-nak, mondjuk egy nagyvállalathoz képest. Ugye sajnos a mai magyar, mondjuk úgy átlag, azt lehet mondani, hogy ugyanaz az ember, aki a nyomtatóba a patron cseréli, az fogja a security logokat is elemezni, ha vannak security logok, és be van kapcsolva a logolás, mert legtöbb helyen még ez sincs. Tehát, hogy itt azért markáns elmaradások vannak, hogyha itt a technológiai stackre kanyarodunk rá, akkor nyilván a Palo Alto-nak van három nagy platformja, az egyik ezek közül a hálózatvédelem, vagy hálózatbiztonság, mindenféle platformon, felhőbe, on-prem, itt, ott, amott. Van felhővédelem platformunk, ami ugye a modern alkalmazás fejlesztéshez elengedhetetlen, és van egy, amit igazából mi úgy hívunk, hogy SecOps, ugye erről is volt szó, hogy mi történik egy SOC-ban, meg milyen reagálási képességeink legyenek, hogyan tudunk hatékonyan reagálni egy incidensre. Ez is elérhető nálunk, de amit talán én itt most, hogyha a KKV-kra beszélünk, nem említett még senki, az igazából a menedzser szolgáltatásoknak a fontossága. Tehát ugye a KKV valószínűleg nem fog annyi erőforrással rendelkezni, hogy beszerezzen mindenféle megoldást, de ha tudna is, akkor nem lenne, aki ezt üzemeltesse. Ugye
ugye a másik nagy probléma, megint egy új gondolat, hogy hiába van nekem a legjobb cuccom mindenből, most csúnyán fogalmazva, az nincs jól beállítva, akkor pont nem megyek vele semmire. Ugye ezt kiszokták mutatni mindenféle felméréseken, hogy lehet nekem a legjobb tűzfalam, végpontvédelmem, hogyha az nincs jól beállítva, akkor problémák lesznek. Ugye itt bejön a menedzselt szolgáltatás, ugye Magyarországon is jó pár olyan szolgáltató van, aki tud kvázi security-t adni, lehet vásárolni security-t, segítsége. És végül, de nem utolsó sokban, mert ugye az AI és ML-ről is volt szó, meg ugye ezt milyen területen használjuk. Én egy gondolatra világítanék rá, itt tök jól elmondtátok a bevezetőben, hogy igen, meg lehet kérni a ChatGPT-t, hogy egy jó adathalász szöveget generáljon, meg arra is meg lehet kérni egyébként, ha ügyesen kérdeztek, hogy egy olyan programot generáljon, ami egy adott sérülékenységet exploitálni tud. Ha úgy direktben megfogalmazzátok ezt, akkor ez nem fog sikerülni. Azt fogja mondani, hogy ilyet nem csinál. Tehát egy kicsit kreatívnak kell lenni, de hogyha kellően kreatívak vagytok, ügyesen kérdeztek, akkor simán lehet ebből egy olyat csinálni, hogy a generatív AI majd generál egy olyan programot, amivel én egy sérülékenységet ki tudok használni. Ugye ez az addig nem volt, tehát eddig szakértelem kellett hozzá. És amit a gyártói oldalról meglátunk, nyilván nem csak mi, más gyártók is, ugye nagyon erőtérsen fókuszálunk. Tehát Precision AI, mint olyan, az eddig is volt az összes gyakorlatilag termék. Ez azt jelenti, hogyha látunk egy olyan malware mintát, ami nem ugyanaz, hash alapján nem mondjuk egyértelműen azonosítható, de látunk benne olyan paramétereket, ami adott esetben már máshol láttunk, akkor ezt tök jól be tudjuk azonosítani, és meg tudjuk úgy jelölni, hogy adott esetben ez egy malware. Ezzel szemben ugye, ami a generatív AI, meg a Large Language Model, most mindenki erről beszél, az pedig szintén nagy szerepet fog kapni a security gyártók életében, mert lesz arra lehetőség, hogy mindenféle copilot segítségével az üzemeltetők munkáját könnyítsük meg. Tehát nem feltétlenül kell nekem az összes parancsot ismernem a CLI-ba, hanem azt tudom mondani, hogy figyelj, én ezt szeretném, hogy fókuszáljunk erre a három támadásra, és hogyan tudnánk ezt jobbá tenni, vagy mondja meg ő, hogy mondjuk a szabályrendszert hogy kéne átrendezni ahhoz, hogy hatékonyabbak legyünk. Nem tudom, hogy mindenre reflektáltam el, amit itt elhangzott, de nagyjából megpróbáltam. Nagyjából igen, szerintem. András, te is gyártói oldalról jössz. Nem tudom, ti láttok-e olyat, hogy amiben a KKV-k mondjuk nem tudom én, nagyon gyengék. Amire beszéltünk arról, hogy ugye az ultimate megoldás az exponenciálisan dollármillióba kerül, de hogyha már a 80%-ig elérünk biztonságba, az lehet, hogy nem tudom én, egy jól belátható, nem is olyan nagy összeg ahhoz képest, hogy mekkora kockázatot rejt. Hogy ti hogy látjátok ezt, hogy hát mi? Mi lehet egy ilyen közép-jó megoldás, amivel el lehet indulni? Hát mi azt látjuk, hogy nagyon vegyes a kép, tehát mi most folyamatosan KKV-t emlegetünk, de ha már itt ül mellettem jobbra a Nemzeti Bank, azért megdicsérném őket abban, hogy azért a pénzintézetek közül mondjuk egy leasing cég, ami szintén lehet egy KKV, azért annak az IT-biztonsági felkészültség általában nem összemérhető egy szabadon választott akármilyen KKV-val, tehát azért látszik, hogy például a pénzintézeti szektorban tevékenykedő cégek bár méretükben lehetnek KKV-k, de akkor is általában sokkal felkészültebbek. Illetve azt is nagyon látjuk két másik faktort, az egyik a tulajdonos ügyvezetés személyes érdeklődése, tehát általában az, hogy mennyire foglalkoznak az IT-biztonsággal. Ha a vezetésnek van affinitása ebben az irányba, akkor foglalkoznak vele, ha a vezetés valami úgymond régi vágású, akkor meg nem foglalkoznak vele. Illetve a harmadik ilyen vízválasztó az, ahogy mondtam, a tevékenységi kör, meg a tulajdonosi körnek a preferenciáját. A harmadik pedig ez volt-e már komolyabb biztonsági incidensük. Tehát azért az jól látszik, hogy akit egyszer alaposan megtörtek, az általában utána komolyabban veszi, bár erre is láttunk ellenpéldát, van egy kedves partnerünk, aki háromszor egymás után két éven belül sikerül zsaroló vírust beszívnia. Ugye az első után a másodiknál már azért részbe kaphattak volna, de nekik harmadszor is sikerült egy ilyen sok-sok napig tartó leállást összehozniuk amiatt, mert természetesen nem tudtak visszaállni a mentésből, mert hogy ugye a zsaroló vírust sikerült a mentésbe is lementeni, tehát hogy oda is.
is, tehát korruptak voltak a mentéseik is. Én még egy dologot fűznék rá arra, amit elhangzott korábban, az az, hogy az azonnaliság az egyre inkább kulcsmomentum. Jó magam is negyed százada foglalkozom informatikai biztonsággal. Azért régebben sokkal többet el lehet eszöttyögni azzal, hogy az ember fehér tábla mellett kis filctollakkal rajzolgatott különböző ilyen logikai blokkokat, akkor azok között összeköttetéseket rajzolgatott, meg minden. Hát ugye ma már az, hogy hol van a hálózatnak a periméterje, meg hol van a felhasználónk, meg a beszállítónk, meg stb. Hát az egy finoman szóval képlékeny történet. Gyakorlatilag ebből jöttek ugye ezek a Zero Trust megoldások, meg hasonlók. És a másik, amit látunk, hogy óriási kihívás erre az azonnaliságra, hogy pont ez az emlegetett két másodperc sztori. Tehát ugye a pénzintézeteknek azért most nagyon meg vannak szorítva, mert a hagyományosan azért ők építgettek magukat, socokat, meg SOAR, meg hasonló megoldásokat, de hát ezeknek a végső logikája mégiscsak mi, vannak adatgyűjtő pontjaink, ahonnan felszívjuk az adatokat, és akkor majd valahol, akár valamilyen előelemzés után ül egy nagyon-nagyon okos ember, ő a security analyst, aki majd ezt így jól átnézi, és akkor valami cselekvést létrehoz. Na most ezt képzeljük el, ezt a folyamatot két másodpercbe besüljük le, tehát hogy amiben már ugye az adatok is megérkeztek, és már az analisztünk is átgondolta, és már lépést is csinált, nyilvánvaló, hogy ilyen nincs. Tehát gyakorlatilag a jövő az egyértelműen az, hogy muszáj, kénytelenek vagyunk. Most mesterséges intelligenciának, hogy minek hívjuk, az már szinte másodlagos is, de valamilyen olyan megoldást alkalmaznunk, ami képes arra, hogy önállóan döntést hozzon emberi beavatkozás nélkül, és ő döntse el, hogy az adott pillanatban mi történjen, és adott esetben az embernek már csak az utólagos értékelés legyen a feladata, a forenszik tevékenység, ha már itt a rendőrségi munka is előkerült, mert a bármilyen humán beavatkozás az gyakorlatilag nem lehetséges. A kérdés ugye az volt, hogy mennyi pénzt kell erre költeni. Nyilván itt két dolgot kell a tulajdonosi körnek mérlegelnie, a védendő adatoknak az értékét, illetve az, hogy mennyi leállást viselnek el, tehát az ő termelési folyamatuk, mibe kerül nekik az, hogyha egy órára, egy napra, egy hétre leállnak, és ez alapján tudják igazából belőni a pénzmennyiséget. Egy biztos, és megint akkor reflektálnék a kollégák hozzászólására, vagy megszólásaira, hogy minden jobb, mint a semmittevés. Tehát Isten igazából, hogyha a legegyszerűbb vírusírtó programot üzembe helyezik, az is előrébb visz, mintha nem csinálnának semmit. És valóban azoknak a beállítása is abszolút kritikus. Tehát, hogy az biztos, hogy nem jó megoldás, hogy hát ez egy olyan bonyolult kérdés, hogy itt távol tartjuk magunktól. Köszönöm szépen. Én azt szűrtem le a szavaidból, hogy meg úgy gondolom, hogy ha már megtörtént a baj, az a nehezebbik dolog, mint szállítói oldalon, mint az elszenvedő oldalon, mert akkor nagyon sokat képes egy cég költeni az adatai visszanyerésére. A szállítók meg bajban vannak, mert tudják, hogy bármennyit is elkérnek, nem biztos, hogy meg lesznek azok az adatok. Tehát a megelőzés, az, hogy nem is csak security megoldások, itt ugye beszéltünk a mentésről, akár a védelmi rendszer szegmentálásáról, beállításairól, tehát ezek mind olyan pontok, amivel nagyon hatékonyan, nem azt mondom, megelőzni, de fel lehet készülni azért ezekre az eseményekre. Sokszor elhangzott, Martin, most hozzád fordulnék, hogy ember hiány. Ugye itt beszéltünk a technológiai lemaradásról, és te még az előadásodban beszéltél arról is, hogy ugye ember hiány is van, és igazából ugye a csalásoknak a nagy része az emberi naivitásra, jóhiszeműségre épül. Ezt ha megelőzés szemmel nézzük, akkor milyen megoldások lehetségesek? Nem tudom, felkészítés, mondjuk egy ilyen phishing támadásra. Alapvetően ugye azt kell szem előtt tartani, hogy amit ugye már meg annyian elmondtunk, hogy a technológia az egy dolog, ahhoz kell ugye ember, és visszautalnék egy olyan
felvetésre, ami már a magyar piacon is elég régóta jelen van, ugye ez a managed service. És a security az most már tipikusan olyan üzletág lett, ami nálunk is az Invitechnél security ez a service. Minden egyes olyan réteget úgymond, ami szükséges egy cégnek egy információbiztonsági infrastruktúrájához, azt tudunk adni managed service-ként. Ilyen például, ilyen szempontból tudunk segíteni a KKV-knak, viszont... És oktatásban, bocsánat, hogy így közbevágok, hogy ugye az emberi naivitást valahogy kicsit felkészíteni. Mert ugye a szolgáltatás az egy tök jó dolog, az ember hiányra megoldást ad, de a meglévő embereinket valahogy felkészíteni ezekre az esetekre, hogy amikor szembe jön egy ilyen, akkor tudjon róla, hogy na ez valószínűleg az lesz. Igen, ugye építhetünk bármilyen csillagrombolót, ez is nagyon sokszor elhangzott már, a legsérülékenyebb pontja egy vállalkozásnak az ember, és hogyha nem megfelelő az az adott tudatosság, vagy egy adott támadást kezelnek, az hatalmas károkat tud okozni. Erre meg annyi felület, oktatás, bármi ilyesmi van, akár egy klasszikus értelembe vett tantermi oktatás, akár egy teljesen interaktív oktatás, ami tényleg online 10-15 perc alatt elvégezhető, hatalmas segítséget tudok adni a vállalatok számára. És a legtöbb ilyen tudatosság már úgy kezdődik, hogy szimulálunk egy támadást. Nézzük meg, hogy jelenleg milyen érettségi fokon van az az adott szervezet. Ez egy nagyon jó mintavétel, hogy jelenleg hol vagyunk és hova szeretnénk eljutni. Ezzel lehet menni a felső vezetéshez, hogy gond van, és szeretnénk ezen fejleszteni. És amit ugye András is elmondott, és az nagyon fontos, hogy az adott cégnek, a vezetőjének, hogyha nincs meg a megfelelő irányultsága, gondolkodás, szemléletmódja, akkor hatalmas lemaradásba tudnak kerülni, mint például az a cég, akit két éven belül háromszor törtek meg. Ilyen platformokkal, ilyen szolgáltatásokkal szintén lehet ugye ezt a fajta kitettséget csökkenteni, de nagyon fontos, hogy ez folyamatos legyen. És mindig a trendeknek megfelelő információkkal lássuk el a dolgozókat, hiszen ők nekik ugyanakkor alakítatjuk. Egy jó sztori, bevezettünk egy ilyen megoldást az egyik partnerünknél, és ő mondta, hogy köszöni szépen, ez tök jó volt ez az oktatás, szeretné megkapni még egyszer, mert a gyerekei is szeretné, hogyha elvégeznék, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogyha már vannak olyan cégvezetők, akik igenis felismerik, hogy a céges élet az egy dolog, de a privát az szintén egy másik hozzáadott értéke lehet a kitettség csökkentésének. És számos esetben találkozunk, amikor mondjuk a social engineeringből, ugye a social médiából indulnak a támadások az ottani információkat felhasználva. Csak egy gondolatot fűznék hozzá, hogy abszolút egyetértek, nagyon fontos a képzés és a tudatképzés és a tudatosságnak a növelése minden vállalatnál. Ugyanolyan fontos, hogy ennek a hatékonyságáról meg is győződjünk. Tehát most olyanokat mondok, hogy például nálunk a cégen belül van olyan, hogy rendszeresen kapunk, nem tudjuk honnan, mikor, ilyen mindenféle adathalász leveleket. Mindenféle olyan helyről, ahol nem várná az ember, és mindenféle ilyen hirtelen tevékenységre akarnak minket rávenni, és néha annyira jól vannak ezek megírva, hogyha az ember nem figyel oda, akkor még sokszor velünk is, velem még nem fordult elő, de volt már, hogy fölhívtuk egymást a kollégákkal, hogy figyelj, ezt most erre kikerjünk, vagy ne. Szóval ez nagyon fontos, hogy legyen ilyen. Ez most csak egy aspektusa, de szerintem a hiában bármilyen képzésünk, meg csinálják meg a munkavállalók, az tapasztalat azt mutatja, hogy az sajnos hamar elszáll, tehát lehet, hogy megcsinálta éppen a bármelyik security képzés, de hazafele menet talált egy pendrive-ot, akkor simán bedugja, amikor hazajön, az 1000%, mert egy 32 gigás, az milyen jó. Tehát ugyanez igaz a phishingre is, tehát hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez történjen a képzés. Igen, én is azt gondolom, hogy a tudatosság az a legfontosabb. Tehát, hogy a munkavállalóknál, az embereknél ezt súlykolni, tanítani, akár ilyen példákkal, akár egy ilyen etikus hacker támadással szimulálni, megelőzni ezeket az eseteket. De mi van akkor, ha már megtörtént a baj?
ennek mondjuk, de bárki hozzá hozzászólhat, hogy, hogy mit, mit érdemes akkor csinálni? Fejvesztve rohangálni, vagy... Nem, semmiképpen nem javasolni. Röviden annyit szeretnék csak hozzászólni, hogy abszolút ezeket a bűncselekmény típusokat észleljük mi is, amiket most ti megemlítettetek. Például, amit Balázs a felvezetésében mondott, hogy gyakorlatilag azzal a különbséggel ugyanez a típus, hogy a legtöbb ember sajnos áldozatául esik, tehát bekajálja ezt a, ezt a megtévesztést. Első körben azt szoktuk javasolni, hogy, hogy ha már megtörtént a baj, akkor legelőször a számlavezető pénzintézettel fontos fölvenni a kapcsolatot, hiszen ő neki vannak olyan gyors megoldásai, hogy bankkártya letiltása, számlabefagyasztása, adott esetben a már átutalt összeg visszahívása külföldről SWIFT üzeneten, SWIFT üzenet útján. Tehát ezt, ezt mindenképp féleképpen javasoljuk megtenni, és természetesen ezzel egyidejűleg, illetve ezt követően azonnal érdemes feljelentést tenni a rendőrségnél, és gyakorlatilag hát innentől kezdve elindul a nyomozás, igyekszünk minél jobban felderíteni a tényállást és kézre keríteni az elkövetőket. Egyébként a rendőrségnek emellett ugyanilyen fontos célja, hogy adott esetben a bekövetkezett kárt is sikerüljön megtéríteni, tehát visszaszerezni azokat a pénzeszközöket, amik a sértett rendelkezése alól kikerülnek. Annyit szeretnék még itt említeni, szerintem fontos, és talán ti is erre jutottatok, hogy, hogy legtöbb esetben persze észlelünk levelező rendszer feltörést, zsaroló vírusok használatát, de alapvetően dominánsan a humán tényező van itt támadva, tehát az emberi jó hiszeműség, hiszékenység, naivitás, oda nem figyelés, felületesség, tehát gyakorlatilag a leggyengébb láncszemet támadják a bűnözők is. Én most ezt úgy látom, hogy ez jelen pillanatban inkább nem az informatikai rendszer, hanem az egyén. És gyakorlatilag ügyesen különböző családmódszerekkel, ahogy mondtátok is, hirtelen döntési helyzetbe hozzák, most azonnal kell cselekedni, viszik a pénzt a számláról, rögtön utaljuk át egy másikra, tehát mindenféle eszközzel próbálják az emberi faktornak a gyengeségét, esendőségét kihasználni az elkövetők. És technológiai oldalról elhangzott ugye a fluorescing kifejezés, hogy ugye remélem mindenkinek van ilyen terve, benne a fiókban, hogyha megtörtént a baj, akkor milyen lépéseket kell csinálni, de ha esetleg nem találja, vagy nincs, akkor hát mi az, amit ajánlunk? Egy nagyon tanulság már elhangzott tőlem az előbb, ugye ez, hogy mentésből is vissza lehet állítani a zsarolóvírust. Tehát, megfelelő az a mentés. Így, ha elég ügyesek voltunk. Én arra hívnám föl még a figyelmet, hogy sokszor, főleg nagyvárti környezetben ma már látunk olyat, hogy a primer támadás az nem is a valóságos támadás, tehát a megtévesztés az abban is működik, hogy több szinten, tehát mondjuk tipikusan mondjuk egy ilyen szolgáltatás megtagadási támadással elterelik a figyelmet arról, hogy közben valamilyen célzott támad, tehát egy ilyen tömeges elárasztásos támadás közben zajlik valamilyen célzott támadás is. Ugye mindenki pánikba esik, hogy nem megy a levelezés, nem megy a weboldal, stb. Mindenki ezzel van elfoglalva, hívogatják az összes adminisztrátort, meg vezérigazgatót, meg mindenkit, és mondjuk eközben ürítik le a bankszámlát. És akkor ez értékes perceket, órákat, stb. Jelenthet a támadónak, mire észreveszik. Amíg zajlik a DOSZ támadás, addig mindenki azt nézi, és akkor közben a bűvész ugye egy másik trükkel meg elviszi a pénzt. Tehát az erre is érdemes figyelni. A forensic, igen, tehát az nagyon fontos, nyilván ennek van egy hatósági vetülete, meg nyilván van egy olyan vetülete, hogy ugye azért a nap végén az lenne a cél, hogy a normális működéshez minél előbb vissza tudjunk térni. Hát ez megint csak muszáj drillezni. Tehát tök jó, hogy van mentésünk,
de minden rendszer annyit ér, amennyit kitesztelnek belőle, tehát hogy hiába van mentésünk, hogyha soha nem próbáltuk ki, hogy milyen abból a mentésből visszaállni, meg visszaállítani a napi működést, akkor az idézőben olyan, mintha nem is lenne mentésünk. Tehát ezeket a folyamatokat, hogy oké, rendben, megfertőződtünk, ott van a támadás, és utána legyen egy tervünk arra, hogy mi történik, ez mindenképpen érdemes. Én itt abszolút egyetértek, csak külön választanám, tehát hogyha ugye itt most a rendőrség által is elmondott otthoni magánembert támadják, akkor nyilván ott a forenzikus analízis, azt maximum egy ilyen hatósági kereteken belül lehet elképzelni. Hogyha ez egy nagy vállalat, akit mondjuk egy ilyen DDoS-os támadás után támadnak, akkor megint más az a toolset, ami rendelkezés áll. Hogyha itt van, most nem akarok megoldásokat mondani, de mondhatok is, tehát hogyha van EDR, meg XDR, meg mindenféle threat hunting, meg van egy SOC, meg egy CM, amiben bemennek a logok, és vannak olyan use case-eink, meg szóárunk, hogy hatékony és gyors válaszokat tudjunk adni, az egy teljesen más szenárió, amikor ugye akár automatizáltan, erről is volt már szó, ugye van arra lehetőség, hogy mondjuk egy forrás IP címet, vagy egy országot, vagy egy bármilyen kommunikációs kapcsolatot automatikusan blokkoljunk annak függvényében, hogy a logokból mit látunk, és mindezt valós időben tegyük meg, az egy teljesen más dolog. Ugye most körülbelül itt tartunk, hogyha a legfejlettebb technológiákat akarjuk megvásárolni. Ugye azt látom én egyébként, hogy ez még a Magyarországon egy-két helyen előfordul. Alapvetően ugye SOC már nagyvállalati környezetben jellemzően van, meg van valamilyen CM rendszer, de sajnos még mindig az a tapasztalat, hogy ha van is, akkor nagyon jól visszamenőleg meg tudjuk mondani, hogy itt jöttek be, így mentek tovább laterálisan, meg itt terjedtek tovább, viszont valós idő, amikor ez ténylegesen történt, akkor sok esetben nem tudtuk ezt megakadályozni. Köszönöm szépen, ez így szép egész kerekre sikeredett. Lassan az időnk végére érünk. Én még arra gondoltam, hogy egy ilyen körkérdést föltennék, nem tudom, hogy szavazással, vagy készfeltartással, de hogy amit most beszéltünk technológiai oldalról is, meg humán oldalról is, hogyha százalékosan vagy arányaiban szerintetek a első körben a technológián kell javítani, vagy az emberi megértésen, hozzáálláson, oktatáson? Humán. Tehát én azt gondolom, ez ma is tudjuk, hogy a 80-90%-a a sikeres visszaéléseknek az emberi probléma miatt van. Szerintem sem kérdés. Én annyit tennék. Lehet arányt is mondani, csak hogy ne csak a humán jöjjön ki belőle. Én is kb. 1/4 volt az első alkalom, amikor hasonló módon valahova kiültem is. Vagy én tartottam a prezentációt, vagy csak valami kerekasztal beszélgetés, és igazság szerint ez a mostani beszélgetés lehetne 1/4 ezelőtt, tehát hogy egy kicsit talán más bűs szavakat mondanánk, de a problémák azok azóta is ugyanazok. Tehát azt gondolom, hogy a humán tudatosság növelése az én fejemben mondjuk biztos, hogy 90% fölötti, mondjuk akkor ne legyen 100%, de biztos, hogy többet nyom, mint a technológia. Én is a humán oldalt jelölném meg, de mint láttátok, ez egy hatalmas nyúlüreg tud lenni, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy a beszélgessetek a biztonsági vezetőitekkel vagy vezetőtökkel, mert rengeteg fajta aspektusa van ennek, hogy mit érdemes tenni, és itt nagyon jól össze lett szedve, hogy a kockázatérség, a leállási idő, amit elviseltek, minden egyébhez kell hozzáhangolni, hogy mit fogtok tenni. Úgyhogy ez egy nagy játék, és érdemes beszélgetni a biztonsági vezetőkkel. Azt hiszem, eddig is olyan irányú volt a kommunikációm, hogy a humán faktor, nekem ez a tapasztalatom. Köszönöm szépen. Teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal, viszont én még egy kiegészítést tennék, hogy nem csak a felhasználókat, hanem megfelelő szakember képzés az szintén ilyen fontos, hiszen bármilyen technológiát alkalmazunk, hogyha az nincs megfelelően beállítva, nincs megfelelően konfigurálva, akkor nem ér semmit. Nem lesz meglepő a válasz, én is a humánt mondom. Egyébként meg annyi, hogyha a humán tudás megvan, meg érettség megvan, akkor valószínűleg
az hozza magával a technológiát is. Köszönöm. Hát egyértelműen a humán, de azért itt a technológiához annyira ráfűznék, hogy így belém szorult, hogy addig, amíg úgy gondoljuk, és most nem a mikrovállalkozásokról beszélek, hanem azokról, akiknek értékelhető méretű IT-juk van. Tehát az, hogy van két rendszergazdám, vagy egy, vagy három, vagy nyolc, és az iskolában még ezt, vagy azt tanult, és ehhez, vagy ahhoz a platformhoz ért csak, akkor az ki van kövezve az út egy irányba. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon el vagyunk maradva azokban a megoldásokban, amik adott esetben egy valamilyen felhőbe vezetnek. Ugye a magyar felhőszolgáltatásból nem állunk jól, tehát privát felhő nincsen. Sokkal könnyebben és sokkal több mindent, security as a service, software as a service, akármi, ezeket sokkal könnyebben meg lehetne ugrani. Egyébként ez is egy humán döntés, hogy azt mondjuk már pedig felhő ne legyen. Köszönöm szépen. Szerintem körvonalazódott az üzenet a végére. Én is úgy gondolom, hogy a humán oktatásban, vagy felkészítésben van az egésznek a kulcsa, és hogyha ez alapos és mindenki jól tájékozódott, akkor szerintem a technológiai igény az magától fog jönni, mert akkor már fogjuk látni, hogy mik azok a rések, ahol ha nagyon figyelünk, akkor is megtörténhet a baj. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, a résztvevő beszélgetőtársaknak is, és hát mindenkinek további jó szórakozást kívánok.